Sziasztok! Én Viktor vagyok, és ez pedig itt a Recycling. És ezt a hátteret már láttátok, ugye a korábbi adásban csináltam meg. Most viszont ezzel az asztallal fogunk foglalkozni, mégpedig úgy, hogy be fogjuk vonni egy matricával, nagyon fontosan össze, mert ezt én már lemosogattam. Ugyanis egy ilyen matricázás előtt ezt alaposan meg kell tisztítani. Kezdődjön a móka. Tehát úgy indulunk, hogy ezt itt elkezdjük szépen leszedni. Ide illesztem. Így a sarokról. Innen indulunk el. Innen indulunk irányba. Ehhez a cucchoz kell amúgy hőlégbefúvó, de csak akkor, hogyha hajlítani akarjátok. Tehát, hogyha most én azt akarnám, hogy ez itt folytatódjon a szélén az asztalnak, akkor azt meleg levegővel fölkérni, mert amúgy törik ez a matrica, tehát eléggé merev és képes megtörni. Úgyhogy akkor bizony kellene hozzá egy olyan motyó, egy ilyen hőlégbefúvó, vagy legalább egy hajszárító. Így viszont elég szimplán a simogatás. Nem kell túlzásba vinnünk a dolgot. Így szépen végig simogatom. Ennek az alsó fele egyébként úgy van kiképezve, hogy ezeket a buborékokat tökéletesen elvezesse. Úgyhogy itt nem szabad, hogy maradjon semmiféle buborék, kivéve akkor, hogyha van valami felületi csúnyaság az asztalon, akkor van gond. És akkor ezt én végigvágom. Most még csak így, ilyen sac per kávéra. Ez az. Akkor ugye ezt leszedjük. A lényeg, hogy ez a fólia, ezt ugye egyébként ilyen autókra gyártják leginkább, ez elméletileg ugye nagyon-nagyon ellenáll a mindenféle felületi behatásoknak, az UV-nek, időjárási viszontagságoknak, stb. Stb. Sajnos, ugye mai napig az van, hogy nagyon nem lehet válogatni. Vagy vannak fix színek, most már van egy-két ilyen fém jellegű, ilyen szálcsiszolt fém szerű kialakítású fólia. De mondom, tehát a méret itt sajnos korlátot szab a fantáziának. Én nem ezt szerettem volna kifejezetten, sőt, ebből is valami világosabb, szürkésebb árnyalatot, de hát ebben a méretben sajnos csak ez volt. Úgyhogy ez van, de baromi jól néz ki, ez tény. Addig nem matatok, na, akkor elmondom, amit akarok, aztán majd utána folytatom a matatást. Tehát tény, hogy baromi jól néz ki, nagyon jó a minta, ugye nem annyira tükröződik. Ezen mondjuk, ha mutatok valamit, akkor az egészen jól kiemelkedik, tehát jól látható lesz. Úgyhogy sok előnye van. Ettől függetlenül tényleg mondom, én valamivel világosabb szürkét szerettem volna, illetve az ilyen, nem is tudom, ilyen grafitosabb jellegű. De ezzel is meg vagyok elégedve. Most azt csinálom,
hogy a széleit snitzerrel végigvágom. Hát ezt nagyjából úgy, ha valaki vágott már élfóliát, az nagyjából sejtheti, hogy ez hogy működik. Bizonyos szögbe tartja ugye az ember. Hát néha itt azért elakad az asztalnak a egyenletlenségeibe. Ez gyorsabban ment. Hát itt sok jó, szép anyag lehullik, de neked nem szabad sajnálni. Van én nekem ilyen szegő lécem, és ezzel szépen körbe fogjuk szegni ezt a jószágot. Ez egy tök jó pofa dolog egyébként. Múltkor a barkásban találkoztam vele. Egy nagyon egyszerű és ötletes valami. Egy műanyag nyílbe be van fogva egy rendes fűrészlap. Ugye ezt csináltuk mi már korábban is, vagyis hát én legalábbis nagyon-nagyon régen, még gyerekkoromban is, mikor barkácsoltam, hogy így újságpapírt, tehát így, mint ahogy most ezt rárattam így ilyen védőnek, tehát abból csináltam a nyelet, és akkor úgy, ugyanígy lehetett. Hát ez egy kicsit egy ilyen igényesebb verzió, kemény, nem tudom, ilyen 400-500 forint volt. És nyilván ugye, hogyha ez elhasználódik. Ja, és olyan penge van benne, aminek az egyik oldala vashoz, a másik fához való. Úgyhogy tök hasznos. És ha elhasználódik, akkor ugye ezt a három csavart kicsavarjuk, és ki lehet cserélni benne a pengét. Úgyhogy tök praktikus. No de, ha jöjjön az, hogy szóval újra vesszük. Hopsz. Egy kicsit ezzel a egyszerűen tisztítjuk ezt a műanyagot. Jó lenne, ha nem cicánkolna ennyit, kifogott hal, vágjunk bele. Na és akkor, ez szép. Eldünnyögök itt magamba, ne aggódjatok. Ez van, mikor az ember ugye alkot. Ez odaesik. Az nem odaesik. Akkor ez hova esik? Ez itt a kérdés. Kedves kéim. Erre kell egy ilyen. Tehát még az egyik oldalt nem nehéz felrajzolni. Szóval ezt ha így rágyógyítom, nézzük, mit alkottunk. Hát igen. Igen, nagyon ügyesek vagyunk.
No, és akkor most, hogy megvan a méretre vágás, következő lépésként egy ilyen szilikon tömítővel, vagy bármilyen ragasztóval szépen felragasztjuk. Ez a szilikon tömítő, ez nagyon jól működik egyébként, ez semleges szilikon tömítő. Fára is jól tapad, műanyagot is jól ragasztja. Igen, egyébként ez a kis szegény rész, ez műanyag. És azért választottam ezt, mert ilyen matt alumínium hatása van, de amúgy műanyag. Itt magában, ezt így fölül mutatom, vagy csinálom, hogy lássátok azért. Itt magában a szegő lécbe a sarkát, azt végig küldöm, így ezzel a szilikonnal, vagy a ragasztóval meg lehet csinálni, amivel éppen dolgoztuk. Hogy ugye ennek az a lényege, hogy a matricát is azért oda fogja. Na most jön az a pillanat, hogy ezt ide felhelyezzük. Egyelőre nem nyomom oda erősen, csak így szépen rásimogatom. Azért, hogy lehessen egy kicsit ide-oda toligálni, lehessen igazítani rajta. Jöhet a következő. Most jön ez az oldal. Na és akkor most jöhet az igazgatás, amire szükség is van, nem kicsit. Valami erősen kell ezt a helyére tenni. Mert hogy alatta ugye el kell lapítani ezt a szilikont, hogy rendesen felfeküdjön a helyére. Nem könnyű feladvány. Már sikerült is oda kenni. No, és innentől van az ugye, hogy most kaptunk egy olyan asztalt, aminek pereme van. Most ettől nem kell megijedni egyébként, mindössze annyi a lényeg, hogy törölgetés helyett inkább porszívózni kell a felületét, mert hogyha törölgetjük, akkor ugye oda gyűlni fog befelé a kosz a perem alá, ami nem annyira jó pofa. Úgyhogy mondom, tehát ez a megoldás, hogy nem törölgetni kell, hanem porszívózni, és akkor ez teljesen jól fog működni. Bár ugye igyekeztem a szilikont úgy nyomni, hogy az is ott egy elterülve valamennyire kitöltse ezt a rést. Tehát ez ugye 100%-ig nem fog tudni működni. Készen is vagyunk. Szerintem nagyon szép lett a kis asztalom. Remélem nektek is tetszik. Mert hogy elég sokat fogjátok látni az elkövetkezendő videóimban. Hát azért megmutatnám én ezt nektek így normálisabb fényviszonyok között is. Ott ezeket a dobozokat ne nézzétek, mert ez még mindig egy ilyen alakulóban lévő terület. Ilyen maga a felület, tehát azért lehet látni, hogy ez tényleg
anyagában is benne van a minta, tehát ez nem csak egy nyomtatott felület, így látni a tükröződésen is. Ott van egy folt, ezt eddig nem láttam, majd ezt áttörlöm. Ott valószínűleg a szétkentem rajta a szilikont ügyesen, úgyhogy azt majd le kell szépen törölgetni. Na hát ilyen egyébként a dolog. A sarkok egész jók lettek, az illesztés. Nagyon szép. Ott is, ugye minden négy sarok. Nagyon jól rögzült a kis szegély. Ez is így néz ki közelről. Amúgy azt még elmondanám, de nem azért, hogy én bárkit reklámozzak, tehát ez nem egy szponzorált tartalom, csak azért mondom el, mert úgyis az első komment, az első két kérdés az lenne, hogy hol vettem, és ennyiért, úgyhogy ezt most elmondom nektek, az Emagon vettem, és kemény 2605 forintért, és mondom, ez egy ilyen 2 méterszer 0,65, valami ilyesmi, ugye megmondom nektek pontosan. 3D karbonfólia, 2 méterszer 0,63, és igen, 2605 forint pontosan. A szegőlécet pedig az Obi-ban vásároltam, és az pedig valami 3000 forint körül volt, tehát igen, drágább a szegőléc, mint maga a fólia. No de, a lényeg, hogy most már ezt is tudjátok. A szegénynek most száradnia kell minimum 24, de inkább 48 órát, úgyhogy most ez fog következni, és akkor utána jöhet a tartalomgyártás. Hogyha tetszett a videó, illetve tetszik az asztal, akkor ezt egy lájkkal jelezhetitek. Hogyha úgy gondoljátok, hogy más számára is hasznos lehet, akkor nyugodtan osszátok meg vele, illetve ha nem szeretnétek lehaladni hasonló tartalmakról, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én köszönöm szépen a mai figyelmeteket, sziasztok!